Köszöntöm Önöket, ez itt a Fehérvári Beszélgetések, stúdiónk vendége pedig Rákász Gergő, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. És annyi kulisszatitkot talán elárulhatunk, hogy éppen az imént beszélgettük itt az adás előtt, hogy hát éppen egy éve találkoztunk. Így. Olyan szépen beálltak ezek a decemberi hangversenyeim, hogy most már mindenki tudja, hogy a Szent István művelődési ház, hogy ott a díszteremben, hogy ott épp az aktuális műsorom megy, és olyan boldog vagyok, mert úgy megtaláltuk egymást a fehérvári közönségnek azzal a részével, aki érdeklődik, klasszikus zene, orgona, meg egy kis ilyen kis történetmesélés, és olyan jó ez. És azért jó ez, mert nem kellett hozzá szöcskét enni egy kereskedelmi tévéadásban sem, hanem tulajdonképpen csak azt, hogy végeztem a dolgomat, orgonáltam, és úgy tűnik, hogy ez elég volt. Akkor mondhatjuk azt, hogy zeneszerető itt a fehérvári közönség. És szerintem nyugodtan, úgyhogy egyébként megmondani bármit lehetne. De az én tapasztalatom az ez, igen. Mozgalmas volt egyébként ez az egy év, hogyha most már az évről beszélünk. Rengeteget mentem, meg az egész csapatom rengeteget jött velem. Most jöttünk haza Brüsszelből. Előtte egy Kelet-Magyarország, Dél-Magyarország hangverseny körúton voltunk. Akkor előtte voltunk Németország, Ausztriában, akkor Erdélyben tavasszal. Szóval annyit mentünk, hogy lehet, hogy körbeértük már a földet, majd egyszer kiszámolom. A család hogy tudja tolerálni ilyenkor ezt a nagy jövésmenést? Hát a család az ugye így ismert meg, a kisfiammal már nehezebb a helyzet, mert most ő már úgy kezd észhez térni. És most másfél éves, tehát most már úgy kezd kialakulni egy olyan kapcsolat, hogy hú, de jó, hogy már átlépett a szobanövény fázisból a kis állat fázisba, sőt, most már olyan értelme, kis emberszerűség most már. És most már azért úgy lehet vele játszani, és én is igénylem. Szóval sokszor van, hogy beülök este a koncert után az autóba, lemondom a protokoll vacsorát, és mindenki nagyon kedves és megérti, mert hát azért ez egy csodálatos kor. Többet kellene együtt legyünk, de nem tudok többet, mint ennyit. De így is annyit rohanok, hogy az őrület, mert ugye reggelből is, ugye együtt reggelizünk a Mártonnal, abból is elmegy egy kicsi a munkából, az estéből is, ugye elvisz egy kicsit a közös vacsora, úgyhogy én életemben nem rohantam még ennyit, mint most. Változott egyébként az alkotói légkör is, vagy benned ez hogyan ülepedett le az apaság, mi az, amit kiváltott belőled? Hozott valami újat a zenei életedbe? Hogyne. Sokkal nyugodtabb lettem, békésebb. Ugye tavaly, amikor a Bach lemezt vettük föl, a fele már föl volt véve, mielőtt megszületett volna a Márton. És föl kellett vegyük újra, mert a második fele, amit a Márton születése után vettünk föl, egészen más légkör, egészen más hangulat, és föl kellett vegyük az elejét, tehát ilyen óriási. Aztán ugye ezzel az idei Mozart műsorral én rendesen megküzdöttem, mert Mozart nagyon más személyiség, mint én. Sokkal könnyebben magamévá tettem mondjuk Bach zenéjét, vagy Gershwin zenéjét. Mozart valahogy nem az én habitusom. De aztán, ahogy néztem, hogy mennyire szétszórt, mennyire játékos, mennyire szertelen egy kisgyerek, tulajdonképpen a gyereken keresztül sikerült Mozartot is magamhoz közel hozni, és innentől fogva viszont egy jó barátságban vagyunk. Tehát, hogy amikor elfogadtam azt, hogy nincs ez az elindulunk reggel 10-kor, odaérünk 11-re, délben ezt csináljuk, egykor ezt csináljuk, ami mondjuk az én szokásos tempóm egy gyerekkel, mert hogy nem 10-kor indulunk, hanem egykor, és valami teljesen más csinálunk. Tehát, hogy amint ezt sikerült elfogadni, Mozartot is könnyebben játszom, olyan izgalmas ez. Mert hát akkor, hiszen egy kicsit nézzünk előre a koncert témájához, akkor Mozart? Igen, ugye idén ő 260 éve született, és kaptam egy e-mailt még évelején a Budapesti Nyári Fesztiváltól, hogy készítenék-e nekik valami Mozartosat, mert hogy ugye idén van ez a szép kerek évforduló, hát mondtam, hogy a viharban ne. Hát én szeretek náluk játszani, egyébként meg ebből élek, úgyhogy miért is ne. És aztán lett belőle egy jó kis ilyen Beethoven irányába is kicsit kikanyarodó, Bach irányába is egy kicsit kikanyarodó, pont olyan színes maga a műsor, mint Mozart egyénisége, és lett belőle egy ilyen műsor, megtúráztattuk Erdélyben, megszólalt a Művészetek Völgyében, a Pesti Nyári Fesztiválban, most rengeteg helyen Magyarországon, úgyhogy annyi felé voltunk vele, és úgy szerette a közönség, olyan boldog vagyok tőle. Mondtad, hogy annyi helyen voltatok vele, amikor mondjuk különböző helyszíneken lépsz fel, mutatkozol be, akkor
azáltal más lesz az előadás is, az adott találkozó is? Valamilyen gyakorol rá valamilyen hatást az adott helynek a szelleme? Hogyne. A legjobb két szélsőséges példa erre, mondjuk a Pesti Nyári Fesztivál szabadtéri színpada, és a Művészetek Völgyének a komoly zenei színpada, ami egy templom. És ugye az egyik, az egy modern, egy park közepén lévő nyitott színpad, ahol az emberek úgy jönnek nyáron, hogy hát akkor most itt ez egy ilyen open air, kvázi nyitott hangverseny. Ugyan van teteje a színpadnak, de mégis úgy jönnek, hogy hát akkor ide befúj a szél, meg ez egész nagyon más hangulatos, de egyfajta feeling. És akkor ott van ez a Vigánt Petendi templom, ami egy picike, tehát hogy olyan 120-150 ember fér el, de mindig nyomorogni szoktunk, még cipőkanállal még néhányat még be lehet szuszakolni néhány hallgatót, és ennek is nagyon örülök, de az a templom, ahol emberek évszázadok óta szeretnek, félnek, házasodnak, ígérnek, esküsznek, temetnek. Én meg vagyok róla győződve, hogy az energiának ez a lenyomata, ez ott van. Ott van a fában, ott van a kőben, és belépni egy ilyen helyre, ez valami elképesztő erő. Egészen másfajta, mint egy modern, vidám, szabadtéri színpad, és ez gyönyörű. Én egyébként emiatt az örökség miatt, ez volt az egyik kiváltó oka, hogy hazatértem Amerikából. Tehát hiába játszottam gyönyörű hangversenytermekben és nagyszerű templomokban, hát sokszor egy-egy templom az pont olyan volt, mint itthon egy művelődési ház. És nem volt benne az erő. És olyan érdekes ez, hogy a mai modern fizika ezt szép lassan megmagyarázza, hogy te is, én is, ez a kanapé is, ez igazából mind csak energia. És akkor a végén mégiscsak van ebben valami, hogy Mozart a saját energiáját küldi el, az, aki ott abban a templomban esküdött, vagy akit ott temettek el, az a saját energiájából valamit ott hagy, és ha nem is azokkal az érzékszerveinkkel, amik nyilvánvalóak, de ezt mégiscsak érezzük valahogy. És akkor ez elvisz bennünket annak a misztikumnak a világába, ami mondjuk Mozarté vagy Bachté, tehát hogy ez a lélek világa. És akkor gyakorlatilag ettől lehet minden előadás más és más, még hogyha mondjuk gyakorlatilag ugyanaz is. Én ezen csodálkozom, hogy sokan meghallgatnak kétszer-háromszor egy-egy műsort, és én mindig olyan félve kérdezem, hogy de nem unatkoznak? Mert hogy hát ugye rengeteget készülök a szövegeimre, mert hiába sok információ, amit én beszívok magamba, azt mindet át akarnám adni egy este alatt, az éppen úgy unalmas volna, mint hogyha nem mondanék semmit. Tehát, hogy van ennek egy ilyen törékeny egyensúlya, hogy mennyit szabad mondani, mitől érdekes, érdekfeszítő, izgalmas az este, és mitől ül le. Úgyhogy ezért aztán az összekötő szövegek, a zenék, azok ugyanazok. Tehát ha valaki tematikájában nézi, és eljön ide Székesfehérvárra, vagy mondjuk a Kongresszusi Központban Budapestre, akkor ugyanazt hallja. És ezt kérdezem a hallgatót, amikor mondja, hogy ő egyébként itt meg itt hallott, és milyen? Tehát, hogy mindig azt mondja, hogy mindig más. El nem tudom képzelni mi. De ugye én nem hallgatom a saját koncertjeimet, és ez a legjobb visszajelzés, amikor a hallgató azt mondja, hogy ő már másodszor, harmadszor hallgatta meg ugyanazt a műsort. Hát a más energiák. Ezek szerint, igen. Ezek szerint. Ugye, akik ismerik a te koncertjeidet, tudják, hogy egy ilyen One Man Show jelleggel szoktál készülni, amit már említettél is, hogy nagyon sok szöveggel készülsz. Ezt Amerikából hoztad, vagy itthon találtad ki, vagy hogy jött ez? Ugye maga az, hogy egyfajta lazasággal, a jó értelembe vett lazasággal, tehát hogy ez nem slendriánság, de könnyedséggel, talán ez még jobb szó, közelíteni egy olyan műfajhoz is, mint a klasszikus zene, ez egy amerikai gondolat. Ha már csak a megfogalmazást nézzük, ugye itt mi komoly zenének fordítjuk ezt a műfajt, a világ másik fele meg klasszikus zenének hívja, ami azért szerintem szerencsésebb, mert ezzel tudunk referálni olyan klasszikus értékekre, mint mondjuk a Kolosseum, vagy az Eiffel-torony. És hogyha az ember elmegy Rómában, nincs olyan, hogy nem nézi meg a Kolosseumot, vagy Párizsban az Eiffel-tornyot. És amikor az ember városába elhozzák Mozart F-moll fantáziáját, ami ugyanolyan klasszikus érték, hát akkor erre egy kultúrember azt mondja, hogy hát nincs olyan, hogy nem hallgatom meg. Tehát ez a klasszikus zene. Ha meg komolykodok, hát akkor abból azt mondom, hogy komoly zenét fogok játszani, 10 emberből 9-nek hasfájása van, hogy őnek ki aznap este inkább valami más dolga akad. Mert hogy nem ez, de nem is ez a cél, hogy hát ez nem komoly zene, hanem klasszikus érték, kiállta
az időpróbáját. Úgyhogy egyrésztről igen, ez amerikai. Másrésztről egy olyan társadalmi igényre válasz, hogy tudjuk úgy ezt a nagyon szép műfajt, a klasszikus zenei értékeket úgy odaadni az embereknek, hogy ne ijedjenek meg tőle. Szóval én szerencsés helyzetben vagyok, mert beleszülettem egy olyan családba, hogy kórusban énekeltünk, zongorázni tanultam, apa orgonált, aztán én orgonáltam, anya hegedült, tehát hogy úgy én előbb hallottam Mozartot, mint Madonnát. Én voltam a marginalizálódott hülye gyerek az osztálybulin, mert nem tudtam, hogy ezekre hogy kell táncolni, meg hogy kik ezek. De innentől fogva az értékrend az valahol a helyén van hosszú távon. Na most, aki nem ilyen szerencsés, hogy belenő egy ilyen közegbe, neki valahogy azt kell mondani, hogy figyelj, ez csodálatos. Tehát, hogy nem lehet egész életedben szellemi gyors kaján élni, hanem egyszer csak valahogy nyitni kell az erős, a mély, a tartalmas, a nagy, a szép dolgok felé. Mert hogy ettől vagy ember. Na most, hogy találjuk ezt meg, ezen dolgozom tulajdonképpen a látványkoncertekkel, és ezen dolgozom azzal, hogy beszélek a hangversenyeken, azzal is ahhoz az emberhez szólok, aki egyébként lehet, hogy megijedne attól, hogy azt mondom, hogy én most akkor egy 11 perces művet hogy hosszába el fogok játszani. Gondolom, hogy a fiatal korosztály számára nyilván vonzó ez a stílus, amit te képviselsz. Olyan visszajelzések vannak, vagy foglalkoztuk-e így az utánpótlásról, hogy legyen zene szerető és értő közönség? A fiatal, az idős, a még idősebb, a még fiatalabb, inkább azt mondanám, hogy az érdeklődő ember. Szóval ha mindenképpen választanom kellene, akkor semmiképp nem korosztály alapján osztanám a hallgatóságot, hanem valahogy úgy, hogy azt látom, hogy van egy réteg, akinek minden mindegy. Tehát, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, semmi nem érdekli. Na most innentől fogva én a fejem tetejére állhatok, akkor maximum azt mondják, hogy jé, de érdekes, egy percre ránéznek, megnézik a YouTube-on, hogy jé, ez a fején állva orgonál. Na és... De mindegy neki, hogy mi történik. És ott van az érdeklődő ember, akinek meg nem. Aki meg éppen úgy akarja tudni azt, hogy hol áll az agysebészet, hogy mit tudunk az univerzumról, hogy hol tart a fizika, és hogy ki volt Mozart. Mert hogy hát ez az élet. Ettől vagyunk emberek, hogy tudjuk azt, hogy micsoda mélysége van. Hát egy macska szintjén nincs értelme arról beszélni, hogy ki volt Mozart, de az agysebészetről se és semmi másról. Tehát, hogyha csak eszünk, alszunk, aztán elpusztulunk, meg közben szaporodunk, akkor mi értelme embernek hívni magunkat? Hát ezt csinálják a gepárdok és a szavannán. Szóval igen. Mély irányba visznek bennünket ezek a gondolatok, és ezért gondolom azt, hogy inkább az érdeklődő embernek szól. Az meg kortalan. Tehát, hogy most ő épp 7 éves, vagy már 97, az, ha el tudja magát vonszolni a Szent István művelődési házba, akkor meg tudja. Akkor én Mozartról fogok ott most, meg Bachról, meg Beethovenről. Hogyha már így említetted ugye az imént, hogy ki volt Mozart, azt tudhatjuk, hogy mindig valami érdekességet beleszűsz a kis előadásodba, a zenetörténeti kis előadásodba. Nyilván nem lelőve majd a decemberi koncert programját, de egy kis ízelítőt tudnál adni arról, hogy ki volt Mozart? Hogyne. Ugye Mozart talán a legegyszerűbb a zeneszerzők közül, hiszen ha ma élne, állandó témát szolgáltatna a bulvár sajtónak, mert olyan az élete, és nem azért, mert ő erre rájátszana, hanem azért, mert ő olyan. Tehát, hogyha mondjuk így besétálna ide a stúdióba, akkor mind a ketten a hasunkat fognánk a nevetéstől, micsoda sárga gatya van rajta, és egyébként felemás zokniban, de aztán még rájönnénk, hogy neki még ez is jól áll. És ha eljönne velünk bulizni, mert egyébként valószínűleg ő az az ember, aki nem, hogy eljönne, hanem elvinne bennünket bulizni, azt mondaná, hogy Rákász úr, jó volt ez a koncert, ügyesen játszott a műveimet, na, én fizetek. Aztán persze kiderül, hogy nincs nála pénz, mert hogy miért is volna. És a végén te fizetsz. És a végén én fizetek. Tehát, hogy ha Mozarttal megyünk bulizni, mindig én fizetek. Ha vesz itt a kártyán, akkor azért, hogyha nyer a kártyán, akkor azért, mindenkit meghívok, és akkor meg a végén meg kiderül, hogy annyi meg aztán nincs nála. De ő az, aki így most már valószínűleg az interjú alatt így hátrafordult volna, és csinált volna egy selfit így kettőnkről, hogy föltegye a Facebookra, hogy egyébként hogy nagyon jól érzi magát itt a tévéstúdióban. Ő az, aki bekiabálna a szakácsnak, hogy ne így fűszerezd, hanem úgy fűszerezd, én nem így kérem, ő meg így kéri, és akkor te meg mit teszel? Tehát, hogy egy ilyen folyamatosan két végéről égetve a gyertyát, egy nagyon magas zajszinttel, egy nagyon magas ilyen interaktivitás szinttel zizegő ember.
ember. Én azt gondolom, hogy ha be kellene költöznöm vele társbérletbe, akkor egy hét alatt megfojtanám. Nem bírnám ezt a tempót. Vagy ő engem egyébként, tehát az is lehet. Valószínűleg a világ jobban járna, hogyha ő engem. És hogy ez a tempó. Olyan ember, aki viszont még felnőtt korában is le tud hajolni egy nagyon egyszerű dallamért, és azzal hosszú perceken át játszani. De úgy játszani, hogy közben az ember törölgeti a könnyét, és azt mondja, hogy hát igen, szóval, hogy a Jóisten hogy lehetett ennyire bőkezű, hogy ennyi zenét adott ebbe az emberbe, és akkor ez az ennyi zene, ez kibudjant már pici korába, aztán utána még jobban kibudjant, és egyre több és több jött ki, ez fantasztikus. Úgyhogy lesz szó a csodagyerekségéről, lesz szó a hangverseny körútjairól, lesz szó arról, hogy dolgozott, hogy mindig párhuzamosan valami mellett csinált valamit, és amellett valamit, lesz szó a szenvedélyéről, hogy szerette a feleségét, tehát hogy egy ilyen kis komplett megismerés vele kapcsolatban, de mindez rengeteg zenével, és olyan jó zenéket hozok, játszom a variációit egy francia gyermekdarra, a kiséi zenéből játszom, Beethoven Holdfény szonátáját játszom, Bachtól egy nagy művet, egy templomi szonátát is játszom Mozarttól, és akkor a hangverseny vége, a nagy F-moll fantáziá, hát az meg nyers erő. Olyan gyönyörű, ritkán játszott darab, de ilyen lélegzet visszafolytva hallgatja a közönség mindig, és aztán taps orkán van mindig a hangverseny végén, mert érzik, hogy micsoda súlya van ennek a műnek. És hát van egy ilyen mély vonulata is a hangversenynek, mert úgy építettem fel a műsort, ahogy Mozart a Valásfuvolát. Mert ugye ő azon végigviszi a hallgatóját egy kvázi egy beavatási szertartáson, a szépség, a bölcsesség és az erő szertartásán. Azt gondolta, egy gyermek ilyen komolyan vette a szabadkőművesség eszméjét, és azt gondolta, hogy ez a spirituális, ez a lelki alkímia, ez működhet. Tehát, hogy egy nemesíthető az emberi lélek. És azáltal, hogyha szépséggel találkozik, ha bölcsességgel él, hogyha gerincet növeszt, tehát ereje van, akkor az egy nemesebb emberhez vezet. És így komponálja meg a Varázsfuvolát, átmennek a résztvevők, mármint ugye szereplők, és velük együtt egyébként a néző is ezen a szépség, a bölcsesség és az erő állomásain, és én is így komponáltam, loptam egy kicsit Mozarttól, hogy a hangverseny eleje a szépségről szól, aztán utána a bölcsesség szférájába lépünk, és a vége pedig az erővel zárul. Hát ha ma is működik Mozart alkímiája, és egy kicsit nemesebb lélekkel. Kicsit feltölthetünk mindent magunkba, meg a lelkünk. Így, ez a terv. Ez nagyon szuper lesz, én már nagyon várom ezt az előadást, ezt a koncertet, és hogyha már itt a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy egy éve találkoztunk, akkor milyen terveid vannak, hiszen ne csak összegezzük, hanem egy kicsit tekintsünk is előre. Hát a jövő év az eleje még Mozart, aztán utána fölveszek egy új karácsonyi lemezt, mert a legnépszerűbb felvételem volt a karácsonyi lemezem, de elfogyott. És most azon gondolkoztunk, hogy adjuk ki újra, most már sokadik kiadásában, és azon gondolkoztam, hogy meglepem inkább a közönséget, és fölveszek egy új lemezt. Úgyhogy 2017 decemberére, mire legközelebb itt beszélgetünk, akkor már a lemezről. Hozom magammal, és mutogatom, hogy na, akkor ez remélhetőleg elkészült. Több anyagot felvettem már egyébként, tehát az már a stúdióban van, és akkor még jó néhány hátra van, és akkor egy olyan igazi jó karácsonyi orgonás lemezzel készülök, de hát ez hosszú munka, sok stúdió munka. És közben lesz hajóút újra, tehát megyek, a Dunán van foglalva egy hosszú hajóút, és azon egy hangversenyem lesz ott a Vaskapu környékén. Erdélybe megyek kétszer, ezek már le vannak foglalva. Jövőre 500. évfordulója van a reformációnak, és egy festőművész barátommal készítettünk egy látványkoncertet Lutherről, a koráról, ottani, akkortájt szólt zenéket, onnantól egészen a mai korszakig, hogy egyáltalán milyen hatása van Luthernek a mai időszakra. Tehát, hogy mindeközben van egy ilyen látványkoncert is, úgyhogy olyan program, tavasszal a Mozart, a hajózunk évközben, külföldre megyünk, és közben CD-t veszek föl, úgyhogy Művészetek oldja lesz? Még nem hívtak, de valószínűleg igen. Tehát ők általában ilyen január-február környékén jelentkeznek. De hát akkor majd a székesfehérvári közönségnek az elég közel van, érdemes majd elcsorogni odáig. A ránkeszgergely.hu minden fent van. És ott jó előre ott van, tehát minden, ami fixáló van, az jó előre fel van töltve, tehát lehet tervezni.
Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogyha máskor nem, akkor találkozzunk egy év múlva. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk 6 után itt a Fehérvár Televízióban.